Minimalizálnák az importból származó zöldség és gyümölcs árát, a kezdeményezéssel a helyi termelőket kívánják segíteni, hogy versenybe tudjanak szállni az alacsony külföldi árakkal. Ők azonban szkeptikusak. Ebben az üzletben hazai és külföldi zöldséget és gyümölcsöt egyaránt kínálnak, bár igyekeznek a belföldi gazdákat támogatni és 85%-ban hazai termékeket biztosítani. A vásárlók igényeinek csak akkor tudnak megfelelni, ha egész évben friss áru van a polcokon. Ugye, ki tudjuk elégíteni 100%-osan a vásárlók igényét, külföldi termékeket is kell importáljunk, ez észszerű, narancsot. Januárban máshonnan nincsen, honnan csak külföldről. Tehát gondolok itt szezontermékre, korai termékekre, ezt észszerűen csak külföldről tudjuk behozni, Romániában nem kaphatok. Ahhoz, hogy a vásárlók elégedettek legyenek velünk, muszáj a polcunkon januárban is szép piros paradicsom legyen. Fogarasi László szerint több támogatás kellene a gazdáknak, hogy több legyen a helyi termék. A probléma ugyanis nem csupán a szezonárukkal van. Fazakas Miklós gazdálkodó is úgy látja, a kezdeményezés jól hangzik, de nem indokolt. Az ország zöldség és gyümölcs fogyasztásának nagy részét ugyanis importáru biztosítja, mivel itthon nincs meg az a termelői kör, amelyik ki tudná elégíteni a hazai fogyasztókat. Itt ugye új technológiák kellettek volna, amit az elmúlt 20 évben kellett volna, ugye olyan támogatásokkal, olyan programokkal segíteni, hogy a kistermelőből is tudjon olyan termelő lenni, aki képes beszállítani nagyáruházba, aki képes olyan szinten termelni, amit a mostani fogyasztó elvár. Fazakas Miklós szerint a hazai termékek okkal drágábbak, ugyanis a helyi, megbízható árura megvan a kereslet. Számukra nem jelent konkurenciát a törökországi paradicsom. Ugyanakkor meg kell adni az esélyt a vásárlóknak, hogyha kevésbé fontos számukra a minőség, az olcsóbb külföldi terméket választhassák.